Hello, sziasztok! Üdvözlök mindenkit ebben a Farming Simulator 25-ös videóban. Nem sokára megjelenik a játék, de még mindig vannak információk, amik megjelennek a játék a kapcsolatban, és úgy gondoltam, hogy ennek érdemes egy külön videót szentelni ennek az infónak. Nem csak azért, amiről maga az információ szól, tehát amiről szól ez benne, hanem ahova én szeretném ezt tovább fejleszteni, és meglátjuk majd, hogy erre esetleg lesz-e igény, vagy más is úgy gondolkozik-e, mint én, vagy a Giant Software-nél esetleg gondolnak-e erre. A lényeg az, hogy mostantól a kézi szerszámok és a bálat csomagoló fogyóeszközök azok külön kategóriát fognak képviselni, mégpedig úgy, hogy önálló elemek lesznek, és el lehet őket majd helyezni. Például lesz egy ilyen fészerünk, és akkor ide be lehet őket pakolni. Most itt egy érdekes dolog van, mert ugye itt csak egy képet látunk, hogy ott van az egyik láncfűrésznek a helye, és akkor oda be lehet pakolni. Itt látszódnak ezek a jelölősprék, amiket én nem tudom, hogy valaki használta valaha, de a lényeg az, hogy ott vannak, tehát valószínűleg azokat is oda lehet rakni. Meg van itt egy ilyen kis, hát ló tisztításhoz való kefe. Szóval a lényeg az, hogy itt most már lesznek ilyen kézi szerszámok, amiket külön le tudunk pakolni, és ez például a multiban azt írják, hogy megosztható a gazdálkodó társakkal, úgyhogy ha szeretnénk, akkor lerakjuk, és akkor más föl tudja venni és használni, tehát lesz ilyen pici fészer, és ezen kívül pedig még fellekütőket helyezni a járműveken, vagyis hát a felszereléseken a kijelölt helyekre, például van ez a kis röngszállító, ugye ide be lehet pakolni, és akkor itt látszik is, hogy ugye oda be lehet rakva, és akkor kivihetjük. Ez egy érdekes dolog, és ez az egyik fele a posztnak, a másik fele pedig a bálacsomagolás. Ugye eddig is voltak, tehát eddig is volt lehetőségünk, hogy a bálákat becsomagoljuk, de igazándiból oda mentünk a bálához, becsomagolta és kész. Kicsit modolva már használtuk úgy, hogy esetleg újra kell tölteni, de én szerintem nem kifejezetten vásárolt külön senki fóliát vagy ilyen hálót. De a lényeg az, hogy mostantól ez a Runivrap márka, hivatalos márka a Farming Simulator 25-ön belül, tehát ugye kollaborációra léptek, és akkor innentől kezdve ezeket majd meg lehet venni raklapon, és akkor ezekkel szépen be lehet csomagolni majd a báláinkat, és ez is fogyóeszköz lesz, tehát folyamatosan vásárolni kell, és akkor föl kell tölteni a gépekre. Aki nagyon szereti a valósághű játékot, tehát ugye van, aki direkt úgy játszik, hogy minél szimulátorosabb legyen, az ezt nagyon fogja szeretni, és ezzel biztos, hogy nagyon sokat fognak foglalkozni az emberek, mert ez tényleg hozzáad ahhoz, hogy valósághülye játszunk, és van is itt róla egy rövid videó, de szerintem már mindenki látja, hogy most nem is fogjuk ezt megnézni. A lényeg az viszont az, amire én szeretném ezt a dolgot kivetíteni, hogy mostanában rengeteg olyan játék van, ilyen szimulátorok, amikben ugye kézzel kell dolgoznunk, például most is játszottam egy ilyen gyors étterem szimulátorra, és ott is ugye el kell végezni a dolgokat, és a Farming Simulatoron belül is van már egy pár ilyen mod, például van lapát, van söprű, van ilyen vödör, lehet különböző dolgokat kézzel csinálni, kézi ültetéstől kezdve, egyéb modok, amiket ugye lehet kézi kocsit tologatni, meg biciklivel, tehát ilyen mindenféle dolgot, és úgy néz ki, hogy erre a játékosoknak is lenne igénye, és lehet, hogy ez az első lépés afelé, hogy a Giant Software megpróbál tapogatózni ez irányba, mert mekkora lenne, hogyha tényleg tudnánk pici gazdasággal foglalkozni. Nagyon sok olyan map van, ahol ugye a házak mögött kicsi kertek vannak, és azok ott kihasználatlanul vannak, nem férünk be oda a gépekkel, de mi lenne, hogyha például egy ilyen fészerbe be tudnánk pakolni a összes felszerelésünket, ami ehhez kell. Kaszát, kapát, tehát ugye megvannak ezek a kézi szerszámok, mert azért nem a mezőgazdaság úgy kezdődött, hogy a hatalmas kombájnokkal kimentek aratni, meg szántani a trakeszokkal, hanem tényleg emellé ugye van állat is már a Farming Simulatorban, ott vannak most ugye az új ökrök, vagy hát ezek a vízibivajok, de a lovakat is, és van is ilyen mod egyébként ugye, hogy hozzájuk, tehát rájuk lehet akasztani mindenféle felszerelést, lovaskocsit, meg ilyen ekét. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy megpróbálnak ebbe az irányba elmenni, hogy ilyen kézi szerszámokat és felszereléseket, tehát minél kisebb felszereléseket, és azokat ide be lehetne pakolni, és akkor, amiket ugye itt az ember felsorol, tényleg, hogy fel lehetne ásni,
kapával lehetne gyomírtani például, ugye megkapálni egy kicsikét, ugye kiszedni a gyomokat, de tényleg a vödör, tehát ugye, sőt van ilyen locsolókanna is, amivel lehet dolgozni már most is, azt hiszem, ha jól emlékszem a modok között, tehát rengeteg ilyen kézi mod van, amit lehetne használni, és akkor azokat szépen ide berakni, és még esetleg az állatokat is berakni ebbe a körbe, és akkor lehetne velük szántani, vagy bármiféle egyéb modot, tehát igazándiból ezek a modok már a nagy része, 90%-a megvan, természetesen PC-re vannak inkább meg, és sajnos nem is mindegyik jól működik, de az ötlet tök jó, és szerintem lehet, hogy látják ezt ők is, legalábbis nagyon remélem is, ha esetleg ezzel a videóval is, vagy ezzel a videón keresztül is eljutna hozzájuk az info, hogy van ilyenre igény, nagyon sokan örülnének neki, ilyen kis tanyasi háztáji gazdaságot lehetne csinálni, ahol nem is, hogy gépekkel, hanem tényleg szinte kézzel lehetne különböző dolgokat, feladatokat elvégezni, és teljesen más irányba menne el a játék. Ugye nem a nagy gépeket használnánk, hanem tényleg kis felszereléseket, és akkor mindenféle ilyen melót el tudnánk végezni. És ha belegondolunk, eddig is meg tudtak mindent csinálni a való életben, és tehát mindenre van megoldás. Ez csak modellezés, meg programozás kérdése. És ha esetleg nem is a Giant Software csinálná ezt meg, de most már itt lesz neki a lehetőség. A modderek, ugye mert most is már rengeteg ilyen mod van, a modderek, ha nekiállnának és csinálnának hasonló dolgokat, és azért tegyük hozzá, hogy amit a modderek sokszor megcsinálnak, az később ugye a Giant Software berakja a játékba. Tehát még ha most nem is a 25-ben, lehet, hogy a 27-nél eljutunk odáig, hogy ezek a mindenféle szimulátorjátékok még jobban elterjednek, és tényleg a Giant Software is fog egy ilyen módosítást csinálni a játékhoz, vagy ebbe az irányba is elmegy, hogy nem minél nagyobb gépek, meg minél nagyobb felszerelés, hanem tényleg ilyen kis kézi, és akkor lehet kis tanyasi gazdaságokat csinálni, és tényleg nem az, hogy hány traktorod, meg MTZ-d lesz, hanem hány ökröd, vagy lovad, amivel tudod ugye húzni az ekét, meg a lovaskocsit, meg stb. Úgyhogy én kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy nektek ez az ötlet mennyire tetszik, vagy már használtok-e esetleg hasonló modokat. Én is szoktam egyébként shorts videókba belerakni ilyet, amit éppen találok, és óriási az érdeklődés, mindig kérdezik, hogy ez a mod melyik, az a mod melyik, hol lehet letölteni, hol lehet használni. A konzolosok mindig szoktak emiatt problémázni, ugye, hogy nekik ez sajnos nem elérhető, milyen jó lenne, ha elérhető lenne, de azért PC-n ezeket lehet használni. Úgyhogy kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy titeket érdekelne egy ilyen fejlesztés, vagy egy ilyen fejlesztési irány, vagy hogy a modderek álljanak-e neki ennek, mert lenne rá igény vagy érdeklődés, úgyhogy írjátok le kommentbe, hogy mi a véleményetek erről. És hát ennyi lett volna ez a videó, ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, én Karesz voltam, legközelebb találkozunk, addig is szevasztok!